A Kincses Kolozsvár Egyesület és a Budapesti Auris Művészi Ügynökség hagyományteremtő szándékkal szervezi meg idén az első Kárpát-medencei Magyar Egyház Zenei Fórumot. Az ötnapos rendezvény sorozata a Kolozsvári Magyar Napok társ rendezvényeként valósul meg tíz kolozsvári templomban. Célja a rendszerváltást követő magyar egyházi zeneszerzők alkotásainak népszerűsítése a széles nagyközönség előtt Tisztelettel köszöntöm Potyó István Karnagyot. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, kedves nézőknek is! Aki ugye ennek a bizonyos Magyar Egyház Zenei Fórumnak a szervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület által szervezett Kolozsvári Magyar Napok egyik társ szervezője. Tehát ötnapos sorozat, amely, hogyha nincsen a járvány, akkor talán már a második kiadását élné meg, de így csak most fogjuk elkezdeni. Pontosan, Miért igen, is? vissza is néztem a levelezésünket Selmeci György Mesterrel, és a 2020 májusában történt meg az első uh, levélváltás, és akkor merült fel az egész projektnek az ügye, és uh, hát számtalanszor halasztottuk igazából így a hogy húsvét, karácsony és különböző alkalmak, és most úgy látom, hogy most már egyenesben vagyunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy a Magyar Napok keretében tényleg idén sorra kerül a Magyar Egyházenei Fórumra itt Kolozsváron. Tíz kolozsvári templomról beszélünk, ahol ez a bizonyos fórum zajlani fog, csak nagy vonalakban nem muszáj mind a tízet, de hogy hogyan Igen. képzeljük mi ezt a rendezvényt? Igen, hát az Egyházzáni Fórumon résztvevő énekkaroknak a száma is elég nagy, úgyhogy akik visszajeleztek, hogy nyár ellenére, hogy amikor ugye szabadságon vannak, akkor eljönnek és itt lesznek, ezért úgy akartuk, hogy minél nagyobb legyen a spektrum, tehát minden felekezet, így már is van négy, ugye, és akkor van, ahol több templomban, például a reformátusok templomok közül a két ágó és a Farkas utca is, de a Donátúti templom is, itt a közelben, illetve a katolikus templomok közül nyilván, meg nyilván a Szent Mihály templom, akkor ott is uh, eseményre kerül sor, illetve a Pierista templom, illetve a Ferenceseknek a templomában is lesz esemény, illetve ez még egyeztetés alatt van, lehet, hogy a görög-katolikus székesegyházban is, a Deák Ferenc utcában is koncert lesz majd. Ugye azt mondtam a felvezetőmben, hogy magyar egyházi zeneszerzők alkotásait mutatják be, hogyha magáról erről a műfajról néhány gondolatot mondana. A 90-es évek után, hát a kommunista évek után nem csak azokról a művekről beszélünk, vagy nem csak azokról a műveket akarjuk, ami az utolsó 30 évben került megkomponálásra, hanem igazából arról is van szó azokról a művekről, amik talán azelőtt valahol egy elrejtett fiókban voltak, de ekkor kerültek elő. Viszont Nyilván az utolsó 30 éven, évben nagyon-nagyon sok mű keletkezett, nagyon sok mű íródott, és a fórumnak célja az is, hogy egyrészt ezeket a műveket meg is ismerhessük, másrészt, hogy fordított irányban is, tehát a zeneszerzők is megismerhessék azokat az énekarokat, azokat a, a, a közösségeket, gyülekezeteket, ahol ezek nyilván funkcionálisan, tehát amire írótak, meg is szólalnak. Tehát egy ilyen kétirányú ö, ö, rendezvény, ezért is nevezük fórumnak, ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy ezek a művek nem kimondottan hangverseny alkalmával, nem csak hangverseny alkalmával szólaljanak meg, hanem funkcionálisan abban a liturgikus keretben, amelyre írótak és amelynek célját szolgálják, lévén a lelkeknek a felemelését és a liturgia szolgálatát. És hogy ezeket a műveket gyakorlatilag kórusok fogják előadni, vannak már benevezett kórusok? Tehát el, a rendezvény elkezdődött? Elkezdődött persze, és örömünkre nagyon sok kórus jelzett vissza, ezekről, ezekről kiemelnik párat. A Cantemus kórus Nyíregyházáról, az Ars Nova Kecskemétről, a Pécsi és a Nagyváradi egyházak kórusa, a Szent Efrén férfi akinek ugye a napokban volt a beharangozó és a fórummal, és koncertezte Kolozsváron, Csíkszered, Csíkszeredából a Luxaurunkve, illetve a Sepsi Szent Györgyi Laudate kórus, a Nagy Kárpát medencéről beszélve az Ipoi Balogról Szlovákiából jövő Szent Korona és a Szkola pedig óbecsérő Szerbiából és akkor nyilván itt vagyunk a Kolozsváriak, az Unikánte Egyetemi Kórus, illetve a Szent Mihály Templom Szent Cecilia Kórusa vesz részt. Eddig ezek a biztos uh, jelenlevők, de nyilván a, a lista még bővülhet idővel, még látjuk. A lényeg az, hogy a minden kórus, aki, aki részt vesz és itt lesz, uh, a kapacitásnak, illetve az művészeti elképzelésének uh, mentén fog olyan műveket megszólaltatni, amelyeket úgymond mi kiadunk, mint a Magyar Egyházáni Fórumnak a célja. Tehát ezekből a művekből, amelyek majd későbbiekben egy antológiában is megjelennek, tehát egy összesített énekarban, műveket kiadunk, és amelyeket egy-egy énekar megtanul erre az alkalomra. Uh, igen, tehát uh, itt nagyon sok minden meg is jelent már a sajtóban erről a rendezvényről, többek között az is, hogy a művészeti vezető, és ön is említette igen. az előbb a nevet Selmeci György Kosút és Erkel díjas zeneszerző karmester, igen. mi a funkciója a művészeti vezetőnek ebben a történetben? Uh, röviden, minden. <laughs> a, tehát a Magyar Egyházányi Fórumnak ugye a megálmodója, és nem csak, hanem az egész rendezvénynek a, a úgymond az anyagi hátterének is megteremtője, illetve uh, ki gondolja meg a kapcsolattartó, illetve ennek az antológiának, amiről beszéltem az egésznek a, a megszervezője Selmeci György, és um, ebben dolgozunk együtt, hogy akkor átfogó legyen, uh, a művek minden nehézségi szintet, fokozatot uh, érintsenek, illetve minél nagyobb közösséget és minél nagyobb uh, ismerettségre tegyenek szert úgy a művek, mint a szerzők, illetve a magyar egyházzenének, az egyházzené alkotásoknak ugye adjuk meg azt a méltó tiszteletet, és mutassuk fel azt az értéket, ami tényleg a miénk. És Ciz, György, a zeneszerző mondta, ugye a sajtótájékoztatón, hogy korunk átalakuló viszonyai közt sokan csak a templomban találkozhatnak magasabb művészi fokú zenével. Templomaink felelőssége tehát igen nagy, és ugye ön is karnagyként bizonyára, hogy ezt alá tudja húzni. Így van, így van. Tehát úgy gondolom, hogy az értékes egyházzenének helye, funkciója és szerepe van, és nagyon nagy fontossággal is ugyanakkor felelősséggel bír. Úgyhogy ez... Pontosan ezeknek a gondolatok mentén született meg azt hiszem az, a, az egész koncepció a Magyar Egyházené fórumnak, és nagyon remélem, hogy ez így is fog megvalósulni a nyáron. Hogyha a logikám nem csal, de bár csalna a logikám, akkor én valahogy úgy képzelem el, hogy ennek a műfajnak a közönsége gyakorlatilag a templomba járó közösség, vagy közönség. De hogy a templomba járó közösség, inkább az idősebb korosztály, de még egyszer lehet, hogy nem tudom jól, és lehet, hogy a logikám csal. Hogy lehet a fiatalokat egy picit ezzel a műfajjal ugye megismertetni, hogy meg is szeressék azt? Én úgy gondolom, hogy a, ami érték, az nem életkorhoz köthető. Tehát ha valaminek olyan értéke van, és úgy van az megszólalt és előadva, illetve hiteles, akkor nem tartom semmiképpen, hogy életkorhoz köthető. ez jól bizonyítja az is, hogy a Szentefém férfi kórusnak a koncertjén a Lutheránus templomban minden korosztály jelen volt. Illetve a saját tapasztalatból mondhatom, hogy a kórusunkban minden korosztály jelen van. És ugye a Szent Cecília kórus, amelynek igen. ön a művészeti igen. vezetője, hát hogy a Szent Mihály templomban azért igen. gyakran fellépnek és és gyakran igen. előadások van, és gondolom, hogy ugyanez a tapasztalat. Ezt igen, pontosan erre akartam kitérni, hogy úgy az egyházenész szolgálatban, mind a koncertek alkalmával uh, teljesen lefedhető ez a, a, ugye a különböző életkorok, úgymond. Úgyhogy uh, én tényleg úgy gondolom, hogy ha értékkel és hitelesen van ez uh, előadva, akkor az vonz, és az, az egy olyan példa, amit, amit, ami követhető, és ami mindenkinek érték korosztálytól függetlenül. Zárjuk ezzel a szép üzenettel a mai beszélgetést, és akkor még egyszer Magyar Egyház Zenei Fórum az idei kolozsvári magyar napokon, Igen. de hát a programban aztán majd megtalálhatóak Igen. a részletek, és mindenki ugye ott bekarikázhatja magának, hogy feltétlenül tessenek ott lenni. Köszönöm Igen. szépen Potyó István Karnagynak, hogy beszámolt mindezekről. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.